kíváncsira, az nézze meg, mert egy kép az többet mond ezer szónál, és igazán látni kellene azt a világot, ami Büsingi Bolyai világa, és ezt a világot azt hiszem, hogy az ő dekoratív színes képei nagyon jól jellemzik. A művészet az érzelmek és gondolatok széles spektrumát közvetítheti, így az emberi tapasztalatok továbbadásának alapvető eszköze. Az egyik fő célja az, hogy elkápráztasson, szórakoztasson, vagy éppen megdöbbentsen minket. Hát vagy mindent, vagy semmit. Van, aki ezért él, van, aki ebben él, egyre kevesebben élnek belőle, és egyre többen élnek abból, amit művészetnek csúfolnak. És gondolom, hogy a barlangrajzok óta a művészet az egy olyan üzenetközvetítő eszköz, amellyel az előző korok, vagy a jelenkor a saját kortársainak, vagy a késő utódoknak üzen valamit. A mi dolgunk az, hogy ezt megpróbáljuk fölfejteni, megérteni, ha kell, akkor azonosulni vele, ha nem tudunk vele azonosulni, akkor pedig elengedni. Itt csupa olyan közösségi alkalom van a képeken, amelyeknek az itt tanuló diákok is részesei lehetnek majd vendéglátósként. Tehát nekik azt kellene ebből leszűrni, hogy hol, hova, hogyan tudnak csatlakozni vendéglátósként ahhoz, hogy az ember, aki az ő rendezvényükön, vagy az ő munkahelyükön, az ő munkájuk során találkozik a másik emberrel, az miként fog majd boldogulni és boldogulhatni a világban. Nagyon örülünk annak, hogy ez megvalósulhatott. Biszák László közreműködésével Büsingi Bolya alkotót hívtuk meg a mai napra. A gyerekek körében nagyon népszerű a kiállítás, az előző kettő is. Vannak látogatóink, külsős emberek is figyelgetik a képeket, és nagyon örülünk annak, hogy egy élénk színfoltja az iskolának is, illetve a közösségi média oldalainkon is nagyon sok a hozzászólás és a komment a képek alá. A kiállítást azt március végéig tudják kivételesen megtekinteni, sokkal hosszabb időt szoktunk hagyni erre a kiállításra. Azért lesz csak március, mert április 8-ától a jubileumi ünnepség hetünket kezdjük meg, és akkor a volt diákjaink és a tanárainknak kiállítását fogják látni majd a nagy közönség. 12 éve vesz ecsetet a kezébe. Festményeit egyedi ábrázolásmód jellemzi, a színekre helyezi a hangsúlyt, valamint egy kiragadott pillanatot, hangulatot illusztrál. Mindegyik képen elrejtett egy macskát, amelynek keresése népszerű a látogatók körében. Korábban egy jó pár évvel ezelőtt az egyik képemről lemaradt, és akkor szóvá tették ezt a hát az ismerőseim, hogy hol van, hol, te nem találom a macskát. És akkor jöttem el, hogy hát hogy elvárják már, hogy macskát tegyek a képre, hogy onnantól kezdve akkor az összes képen. Azt is kijavítottam, amin hiányolták, és akkor azóta mindegyiken van. És igazából, ahol jól mutat, vagy van olyan téma, ahol nem lenne jó, ha hivalkodó lenne, akkor inkább elrejtem, akár egy ilyen ruha redőbe, hogy úgy kell megkeresni, tényleg kutatni kell, hogy hol is van a macska a képen. De van, hogy egy medálra rakom rá, vagy hogy eleve ott van az élő macska, mármint hogy a festett macska a képen. A legújabb képeimet már olajjal készítem, régebben akrillal festettem, de az olajnak sokkal tehetebb színei vannak, és akkor, mivel nagyon szerettem az erős, meghatározó színeket, akkor inkább ezt választottam, és aztán ezen az úton is fogok maradni. Hát a férfinak kapcsolatot szeretem leginkább ábrázolni, tehát én szerintem az őszinte érzelmeket, ami még egy kicsit a szenvedélybe is átnyúlik, tehát ezeket szeretném átadni. Mentorom fogalmazta azt meg, vagy hát mondta, hogy szerint a pop art stílusra hasonlít, de ilyen nincs, ez egy ilyen, ilyen kreálmány. De talán a pop arthoz, vagy a régi ilyen mozifilmeknek a plakátjaihoz hasonlít.